Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket egy olyan jármű mellől, amelyeket én imádok, amelyeket én szeretek, amelyeket én bármikor szívesen fölmennék. Most éppen nem szabad, mert hogy most kiállítási tárgy ez a 109-109 nevű gőzmozdony, de a későbbiek folyamán majd fogok mutatni önöknek olyan felvételeket, amikor ez a gőzmozdony halad, amikor gyorsan megy, amikor rakják bele a szenet, amikor a masinisták összeégetik a kezüket, mert hogy ez a gőzös a magyar közlekedés történet egyik nagyon-nagyon jeles alakja. Egyébként a Közlekedési Múzeum egyik kiállításán vagyunk, és tényleg van itt minden, amit egy közlekedésért rajongó ember szeret. Mozdonyok, buszok, személygépkocsik, de tényleg a Trabanttól a Ford T-modellig, és megvan hozzá, mert hogy a hajdani északi járműjavítóban vagyunk, az a bizonyos északi járműjavító illat, ami semmihez sem fogható. Szóval egy biztos, én nagyon jól fogom érezni magam a következő 3-4 órában, remélem, hogy önök is. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szakemberei komoly feladatra vállalkoztak, amikor elhatározták, hogy a hajdani északi járműjavító üzemcsarnokában életre hívják a Mivel megyünk? Energia Mix a közlekedésben című kiállítást. Olyat akartak alkotni, amely jóval több annál, mint sok régi és értékes közlekedési eszköz bemutatása. A kiállítás vezető kurátorával egy hajdani vasúti kocsiban ültünk le beszélgetni. Mivel nem ismertem igazán ezt a járművet, azzal kezdtem, hogy megkérdeztem, hol is ülünk mi most pontosan? Kettős a válasz. Egyrészt az északi járműjavítóban vagyunk Kőbányán, annak is a dízelcsarnokában, ami a 1962-ben épült, és a magyar járműgyártásnak és járműfelújításnak egy elképesztően izgalmas és fontos szentélye. 2008-9-ben költözött ki innen a MÁV, azóta üresen állt, és 2021-ben döntöttünk úgy, hogy itt időszaki kiállítást rendezünk, hogy megmutassuk ezt a helyszínt, az új helyszínét a Közlekedési Múzeumnak, és azon belül a Mivel megyünk? Energia Mix a közlekedésben című kiállításban vagyunk, ami a Közlekedési Múzeum történetének valaha volt legnagyobb alapterületű kiállítása. Mielőtt tovább beszélgetnénk a kiállításról és megismernék a legérdekesebb közlekedési eszközöket, ugorjunk vissza a múltba. A kurátor említette, hogy ezt a csarnokot 1962-ben építették, és a közlekedés történet egyik nagyon fontos helyszíne. Jöjjön most ennek igazolására egy 1971-es tudósítás, amelyből az is kiderül, hogy nem csak mozdonyjavításra, hanem politikai, sőt propaganda események lebonyolítására is használták. Kőbánya egyik legnagyobb üzeme az északi járműjavító. Itt hozzák rendbe a vasút dízel mozdonyait. Havonta 12 mozdony gördül ki innen. A nagy szerelőcsarnok a Hazafias Népfront választási nagygyűlésének színhelye. Az emelvényen Kertész Katalin munkásnő, Lukács Magdolna általános iskolai igazgatónő, Gyurcsán András lakatos és Pillik Lajos főmérnök. Politikai tömegrendezvények már nincsenek itt, és ez talán nem is olyan nagy baj. Szerintem sokkal jobban áll ennek a hatalmas térnek a kiállítás, úgyhogy térjünk is vissza a főkurátorhoz. Egy olyan aktuális problémáról szeretnénk beszélni, mint a klímaváltozás és az üzemanyagfogyasztás kérdésköre. És a kiállításon belül is egy CMN sorozatú személykocsiban ülünk, ez egy harmadosztályú személykocsi, megmutatjuk azt, hogy a két háború között és azután milyen vasúti járműveken utaztak a legtöbben. Tehát ebből sok készült ebből a kocsiból? Ebből rengeteg készült, az egyik legnagyobb példányszámban gyártott vasúti személykocsi. Látjuk, hogy fapados, de azt is látjuk, hogy elképesztően szép míves részletek vannak benne,
ha csak a fűtésszabályozóra vagy az ablakemelőkre gondolunk, egy egészen más korba repít minket ez az interiőr. Mondhatom, hogy békebeli? Mondhatjuk, hogy békebeli, igen. Ha már említette ezt a csarnokot, én ahogy bejöttem, az első, amit megéreztem, az az illat volt. Azt gondolom, hogy itt tényleg itt van a múlt illata ezek között, a falak között. Így van. Amit itt mindenképpen figyelni kell a kiállításon, az épített kiállításon kívül, hogy maga az épület is egy kiállítási tárgy. Nem nyúltunk hozzá sem az itt fellelt képészeti berendezésekhez, a kábelcsatornákhoz, és azokhoz az egykori dolgozók által itt hagyott feliratokon, vagy éppen, hát mondjuk így, hogy pajzán plakátokon át, mint mondjuk itt látható mellettünk, hogy az üzemi szarka jelenlététől óvakodni kell, és hasonló figyelmeztető feliratok is elég jelentős számban találhatók az épületben. Ezeket mi egyesével szépen értékleltárba vettük, és megőrizzük az utokonnak, mert hogy hozzátartozik a hely szelleméhez, és ahhoz, hogy mi ez a csarnok. Visszatérek még a kurátorhoz, de előbb egy tapasztalt muzeológussal keressünk meg pár olyan járművet, amelyekről ezért vagy azért érdemes szólni. Kezdjük is ezt a kalandozást egy olyan géppel, amely pont olyan, mint a Tanú című film magyar narancsa, vagyis a citrom. Savanyúbb, sárgább, de a miénk. Na hát, ez meg kisebb a többinél, és sárgább, de a miénk. Milyen autó volánjánál ül most, mert én ilyet szerintem soha nem láttam még forgalomban. Hát valószínűleg nem is nagyon lehetett látni ilyet forgalomban, mert ugye nem is volt forgalomban, illetve ez az egyetlen egy gépkocsi volt forgalomban, ez egy villamos hajtású puli, egy magyar gyártmányú gépkocsi, és mint ahogy a neve is mutatja, ez egy elektromos autó, tehát akkumulátor hajtotta ezt a gépkocsit már az 1980-as években. De talán érdemes egy kicsit visszább menni a történelembe, mert ugye itt ebben a kiállításban mi a járműveknek az energiafelhasználását kísérjük végig, és ugye mondhatni azt, hogy a villamoshajtás a kezdetektől fogva már jellemző volt a gépkocsikra is. Akkor, amikor még az országutak nem voltak kiépítve, leginkább városokban közlekedtek az autókkal, hát akkor bizony nagyon jól megfeleltek a villanymotorral hajtott gépkocsik, sőt olyannyira, hogy a század első éveiben Amerikában például a forgalomban lévő autóknak a 40%-a az még gőzkocsi volt, körülbelül 38%-a az villamos hajtású, tehát elektromos hajtású autó volt, és mindössze 22% volt az, amelyik belső égésű motorral, benzinmotorral működött. Tehát mondhatjuk azt, hogy már az autó megszületésének a kezdeteitől már ugye számításba vették, hogy hogyan lehetne villamos hajtást alkalmazni a járműveknél. Akkor mi történt később, hogy a robbanó motor lett a sokkal elterjedtebb, és egy fél évszázadra kiszorította a villamos hajtást? Sokkal könnyebben hozzá lehetett jutni a kőolajhoz, illetve hát ugye már a kezdeti időkben is a villamos hajtású járműveknek a nagy problémája volt a korlátozott hatóképesség, ugye az akkumulátorok nagy mérete és viszonylag kicsi energiatároló képessége. Ennek ellenére ugye olyan feladatokra, amelyeknél meghatározott útvonalat kellett egy-egy járművel bejárni, nagyon jól használható volt, mert például a posta az 1930-as évektől a járműveinek kb. 20%-át villamos hajtású gépkocsival oldotta meg. Ezek egyikét állították ki most, pontosabban az egyetlent, amely ránk maradt. Épp azért, mert nincs társa, páratlanul értékes ez a darab. Az 1920-as évek végén, vagyis közel 100 éve készült a Bergmann gyárban. A 60-as évek elején selejtezték, azaz több mint 30 évet szolgált, az utolsó időkben elsősorban ebédhordásra. 1962-ben került a Közlekedési Múzeum gyűjteményébe. Na de most vissza a mi kis sárga pulinkhoz. Az, hogy miért puli, azt nagyjából kitalálhatom, hiszen magyar gyártmány a puli, meg egy magyar kutyus, de hogyan született ez az autó?
Hát ugye sokszor volt energiaválság, és hát ugye a takarékosság azért mindig jellemzője volt, akár a folyékony szénhidrogénekkel üzemelő járműveknek, akár még a villamoshajtású járműveknek is, és hát ugye a villamoshajtás az egy viszonylag gazdaságos, takarékos üzemet biztosíthatott. Az 1980-as években Franciaországban a takarékosság jegyében a kisméretű, kb. 50 köbcentis motorral hajtott autót, vagy pedig ha dízel motor hajtotta ezt a járművet, akkor 4 kW-os járművet ugye adómentesen lehetett használni, sőt még jogosítvány se kellett hozzá. Egy Franciaországban egy külkereskedő hozta haza ezt a hírt, és a Hódmezővásárhelyi mezőgazdasági gépgyár, aminek ugye azért az autógyártás nem teljesen illett a profiljába, vállalkozott arra, hogy ilyen járműveket előállítson. A kezdeti időkben benzinmotorral, illetve dízelmotorral üzemeltették ezeket a kis autókat. Hát ezekből körülbelül 300-400 darabot eladtak Franciaországban. Aztán későbbiekben ugye ezt a szabályozást, ezt Svájcban és Németországban is átvették, ott már egy kicsit szigorítottak rajta, és azt mondták, hogy ha villamoshajtású ez a jármű, akkor élvezi ezeket a kedvezményeket, és bizony bevásárlásra, kisebb, rövidebb városi utakra tökéletesen megfeleltek ezek a két személyre méretezett autók, és hát így a hódgép az ezek alapján a tulajdonképpen piaci rés alapján kezdte el gyártani ezeket a járműveket. Mint említettem, ugye a belső égésű motorokból körülbelül 300-400 darabot építettek. A villamoshajtású járművekből sajnos lényegesen kevesebbet, körülbelül egy 150 darab jármű készült, és hogyha már visszatérhetünk az első kérdésére, hogy miért nem látta ezt a gépkocsit, hát ebből a nyitott karosszériás változatból ez az egyetlen egy darab készült. Találtam egy 1986-os riportot, amelyben a VTV, vagyis Hódmezővásárhely televíziója bemutatta a pulikat. A kabrió nincs benne, de a másik változata, mondjuk így hagyományos, igen. A kocsi kicsi, de jól láthatóan hóban, fagyban is működik. A riporter Királyhegyi Otília, az operatőr Tóth Ferenc. Pulinak nevezték el a hódgép legújabb termékét, a francia megrendelésre készített bevásárló kisautót. Ez a mezőgazdasági gépgyártó profiltól eltérő termék nem előzmények nélküli a vállalat történetében, hiszen a repülőtéri vontatók, amelyek előállításával egy ideje már foglalkozik a hódgép, szintén hordoznak megkülönböztető jegyeket. A kisautó tehát nagy szenzáció, és ennek megfelelően élénk érdeklődés kíséri városszerte. Az év utolsó napjaiban látogatást tettek a gyárban Vásárhely párt és állami vezetői is, hogy közelebbről megismerkedjenek a pulival. Rácz Sándor, kereskedelmi vezérigazgató helyettes azzal fogadott bennünket, hogy a kisautóval kapcsolatban már több tévhív is elterjedt. Elsősorban azt szeretném tisztázni, hogy a puli nem abban az értelemben vett személy gépkocsi, mint ahogy a Ladát, vagy a Skodát, vagy a Warburg személykocsit értjük. Ez egy végtelen egyszerű konstrukció, amely magában hordozza természetesen minden kényelmi szempontot és külcsint, amit egy ilyen autótól elvárnak. De nagyon egyszerű szerkezetű, nagyon egyszerű megoldások találhatók benne, tehát csak részben igaz az a hír, hogy Magyarországon 50 év után személyautógyártás van. Ez a személyautónak egy nagyon leegyszerűsített válfaja. Na most hagyd menjek vissza a tinédzser koromba, és tegyem fel azt a kérdést, amely minden általunk nem ismert autónál először föltételre került. Ez mennyivel megy? Igen, hát ez egy nagyon fontos kérdés. Körülbelül 65 km/h ennek az autónak a végsebessége. Hát ebben nem gépkocsi indító akkumulátor van, ebben speciális, de savas akkumulátor van. Egy speciális kialakítású 10 darab 6 voltos és 240 amperórás akkumulátort helyeztek el a járműnek a csomagtartójában, és ebből a 65 km/h sebességgel körülbelül egy 100 km-es távolságot meg tudott tenni ez a jármű. Az nem kevés. Az nem kevés, tehát egy napi bevásárláshoz, egy napi útnak a megtételéhez egy városon belül tökéletesen elegendő lett volna. Bevallom őszintén, nem tudom, hogy van-e olyan puli, amely jelenleg is működik, de ha lenne ilyen, egyszer szívesen kipróbálnám. Most viszont menjünk vissza a fapados vasúti kocsiba a kiállítás főkurátorához. Neki és kollégáinak egyszerre volt nehéz és könnyű dolga a tervezésnél. Könnyű volt, mert rengeteg megőrzött járművük van, és egyben nehéz, mert ezek közül nem volt egyszerű kiválasztani azokat, amelyek a leginkább illettek a kiállítás profiljába.
közlekedési múzeumnak egyébként több mint 70 ezer műtárgya van, ennek jó része raktárakban van jelenleg. Az általános múzeumi gyakorlat is egyébként az, hogy a gyűjteménynek nagyjából a 90% az mindig raktárakban van. És amikor jön egy időszaki kiállítás, akkor lehetőséget kapnak ezek a műtárgyak mondjuk így arra, hogy bemutatkozzanak a nagy közönségnek. Ugye egyébként is rendelkezésére állnak a kutatóknak, a mi múzeológusaink is folyamatosan vizsgálják őket, esetleg szaktanulmányokhoz, mindenféle kutatásokhoz felhasználják, de amikor a nagy közönségnek be tudnak mutatkozni, azok a tematikus kiállítások, amik az alapgyűjteménynél nagyobb spektrumot ölelnek föl. És ennek a kiállításnak az ötlete és a megvalósulás között picit több mint egy év telt el. Gondolatban legalább 40-45-ször rendeztük át a teret az elejétől a végéig, és mivel elég alaposan terveztünk, először csak mondjuk így egy cédulákon pakolva a dolgokat, majd aztán később ugye az épület adottságaiból fakadóan van egy nagyon szép tolópadunk, át lehet rendezni a vonatoktól kezdve bármit. Ezt a nagy rendezkedést csak egyszer kellett végrehajtani. És ahogy fölépült a kiállítás, azonosítottuk azt a négy nagy csomópontot, ami köré szervezzük mi a narratívánkat, és a muzeológus kollégák segítségével jártuk a raktárakat, és megtaláltuk azokat a tárgyakat, amik segítik a mi narratívánkat. Mondjuk ilyen különleges és izgalmas dolog, ami ennek a kiállításnak köszönhetően került újra a látogatók elé, az autóbusz makett pár, ami az első budapesti autóbuszokat mutatja be 1915-ből. Ugye kettő autóbusz állt forgalomba, és mondhatjuk, hogy a flotta 50%-a elektromos autóbusz volt. Ugye a kiállításunk üzemanyagokról és energiafelhasználásról szól elsősorban, és ez mondjuk egy ilyen tökéletes illusztráció. A műsor elején már megmutattam ezt a gőzmozdonyt, és bevallottam, hogy imádom, és azt is elmondtam, hogy én ezzel még utaztam. Hogy mekkora egy ilyen gép, azt jól látják, hiszen a kerék mellettem magasabb nálam, vagy legalább olyan magas, mint én. Jó, mondjuk én nem vagyok túl magas, de akkor is el tudják képzelni, hogy milyen elképesztő ereje lehet egy ilyen gépnek. Na most menjünk vissza egy kicsit az időben, és megmutatom azt, amikor ez a gép még ment. Hú, nagy élmény volt. Azt mondjátok meg, még mielőtt elindulnánk mind a ketten, hogy miért szeretitek ezt a mozdonyt, vagy miért nem szeretitek? Ilyen nincsen, nem szeretjük, szeretjük, ilyen nincsen. Az öreg lát, tisztelni és becsülni kell. Hallod, ők mi vagyunk ketten. Hallod, Laci, egész nap csak húzigálsz. Egész nap csak húzigálom, ez szép volt. Bicsák fel ez az ott? Hát vedd ki a lábam alul a szemét. Nem vele mit csinálják, ő vele mit csináljak. Jó. Ne adj neki kávét. Köszönöm. A 25 perc, innentől fél órát megyünk. Hát a fél órát, majdnem egy órát, hát én azt mondom, már elég a víz szerintem. Hát mert késtünk, meg küzdtek. Hát én megálltam volna szívesen.
Azt figyeltem, Peti, hogy azért nem egy könnyű szakma ez a tiétek. Egy pár kalóriát elégettél. Hát igen. Nem könnyű, de sajnos meg kell csinálni. Ezzel jár. A szépség sokszor fájdalom van, de ez tényleg így van. Megmutatjuk, hogy milyen harci sérülést szereztél ma. Kisebb volt égést. Régen ez lehet, hogy mindennapos volt, de vigyázzak erre. Már évek óta nem volt égésem, de most előfordul. Viszont azt nézem, hogy nagyon jó az összhang kettőtök között. Hát igyekszünk is erre, hogy jó legyen hangulat. Az én sérülésemről meg szó se esik. Mi? De az lelki, az nem látszik. Egy napot vele tölteni. Ilyen volt tehát egy bő évtizeddel ezelőtt a 109-109, amikor még vígan harapta a síneken a kilométereket. És ilyen most. Már nincs a hadrafogható mozdonyok között, de a közlekedési múzeum szakembereinek jóvoltából, legalábbis kívülről, szebb, mint valaha. Ahol hajdan a mozdonyvezetők álltak, oda mentem most fel a múzeum főigazgatójával. Én imádom ezt a gőzöst, de ez most nem az én ötletem volt, hanem az övé. Amikor megkérdeztem főigazgató urat, hogy hol csináljuk ezt az interjút, akkor azt mondta, hogy menjünk a 109-es gőzösre. Miért? Hát azért, mert ez egy nagyon különleges jármű, ebből ez az egy van, és nem olyan régen lett kész a külső felújítása. Sajnos arra nem volt pénz, hogy egyébként mozgásképes, önerőből mozgásképesítegyük. Viszont már évek óta nem láthatta a nagy közönség, és ezért tulajdonképpen ez egy újdonság volt, hát sokan, főleg a gyerekek közül asszociálnak Percyre, a Thomas a gőzmozdonynak az egyik szereplőjére, tehát valóban a kis zöld mozdony, bár azért ez nem egy kis mozdony, azért ez 60 tonna fölötti, nem, talán nem akarom, mint a 424-es, de azért egy meglehetősen nagy mozdony, ugye Ausztriában gyártották még annak idején, és azt gondolom, hogy a közlekedés történetnek egy nagyon fontos szereplője, nagyon fontos darabja, és nagyon örültünk neki, hogy ennek a kiállításnak a Mivel megyünk, Energia Mix közlekedésben című kiállításnak az egyik emblematikus darabja lehetett, hiszen azzal próbálkoztunk, tehát egyfelől ötvöztük a tudásátadást, ami egy nagyon-nagyon fontos szempont volt ennek a kiállításnak a megrendezése alkalmával, és az egésznek van egy narratívája, egy koncepció, ahogy eljut az elejétől a végéig, tehát nem esetlegesen állítottunk ki számunkra kedves vagy esztétikus járműveket, hanem az egészet fölfűztük egy koncepcióra, de mégis fontos az, hogy olyan járműveket lehet itt látni, például a Bergmann autót, meg több másik olyan autót, amit még nem látott felújítva a nagy közönség, vagy amit kifejezetten emiatt szereztünk be, például a Nikarosz buszt, amelyik gázüzemű volt. Tehát maga nem egy abszolút ritkaság volt. Tehát azért nagyon sok ritkaságot is elhelyeztünk itt, de nem esetlegesen, és nem csak az esztétikum vagy az adott jármű érdekes története miatt, hanem kifejezetten azért, mert ennek a kiállításnak a koncepciójához illeszkedett. Mi egyébként ez az üzenet, amit ezzel a kiállítással át akarnak adni a látogatóknak? Ugye amikor ezt a kiállítást elkezdtük átgondolni, amikor megszületett az ötlete, akkor még hát értelemszerűen nem volt szó arról, hogy 2024. szeptemberében egész Közép-Európát elönti egy árvíz, meg egy Boris nevű ciklon, akit hívhatnának Jane-nek, vagy bármi másnak is. De minden esetre egy olyan természeti jelenség, ami nagyon sok millió embernek, sok százezer embernek az életét felbolygatta, felborította. És ami egyébként egy nagyon-nagyon szomorú aktualitást is ad ennek a kiállításnak, hiszen a klímaváltozásról és annak, hogy a közlekedésnek ebben mekkora szerepe van,
erről nagyon sok akadémikus meg absztrakt vitát lehet folytatni. De amikor az ember a saját bőrén érzi azt, hogy az időjárás egyre szélsőségesebbé kezd válni, tehát az, hogy az augusztus 20-a utáni hétvégén még 40 fok volt, és gyakorlatilag hőhullám, hőguta, hőségriadó, és azt követően két héttel később egy novemberi időjárás van, és emberek menekülnek az otthonaikból, erre utána nagyon nehéz azt mondani, hogy ja, de hát ennek egyébként semmi köz az emberi tevékenységhez. Tehát teljesen nyilvánvaló az, hogy az emberi tevékenységnek ezzel nagyon-nagyon komoly összefüggése van, és annak az is nyilvánvaló, hogy tulajdonképpen az egész klímaváltozással kapcsolatos kérdéseket azt néhány nagy szennyező forrásnak lehet a számlájára írni, és ezek közül az egyik a közlekedés maga, tehát körülbelül az egyharmadát a közlekedés okozza. Nyilván az ipar, a lakhatás az mind-mind hozzájárul a modern emberiségnek a karbonlábnyomához, de hát nekünk, mint Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak az a küldetésünk, és arra van kvázi felhatalmazásunk és lehetőségünk, hogy a közlekedésnek ezzel a szerepével foglalkozzunk. Tehát egyfelől szeretjük ezeket a nagy járműveket, másfelől viszont el kell tudnunk azt mondani, hogy hogyan indult el az egész, amikor gépesítették a közlekedést, amikor először föltalálták a gőzgépet, amikor a gőzmeghajtású járművek voltak, és hogy ezek mennyi szenet használtak ahhoz, hogy megtegyenek egy egységnyi kilométert, 100 kilométert, 1000 kilométert, és eljutassanak egységnyi embert, utast, árut A-ból B-be, és utána ugyanez az olajkorszakban, mondjuk a dízelmozdonyokkal, dízelvontatás megjelenésével, ennek mekkora volt a környezeti terhelése, hány tonna szén-dioxidot bocsátott ki a légkörbe, és nyilván most az elektromos meghajtással végezzük a kiállítást, vagy ez a kiállításnak a vége, a befejezése. Aki tehát figyelmesen végignézte a kiállítást, az nem csak a gépek szépségére csodálkozhatott rá, hanem azt is számolgathatta, hogy melyik mennyivel járult hozzá a környezet terheléséhez. Jöjjön most egy olyan gép, amelyikről tudjuk, hogy is fogalmazzak finoman, átható illatú füstöt eregett. Inkább egyszerűbben fogalmazok. Büdös. Azt hiszem, hogy most lenne itt az ideje annak, hogy megszólaljanak a fanfárok, hiszen az a személygépjármű van ön mellett mögött, amelyik annak idején a 60-as, 70-es, 80-as években talán a legnagyobb számban járta a magyar utakat. Ez a híres Trabant. Na de most jó a Trabant, vagy nem jó a Trabant, mert én úgy emlékszem rá, hogy mi azért annyira nem szerettük, ma viszont, mintha reneszánszát élné. Igen, rendkívül népszerűek most már ismét a Trabantok, és sajnos egyre kevesebb van belőlük, és nem véletlen, ugyanis Németországba vásárolják vissza ezeket a járműveket. Az, hogy műszakilag jó vagy nem, azt nagyon nehéz megítélni, azonban ugye ez is egyfajta társadalmi igényt elégített ki. A II. Világháború után az autógyártást gyakorlatilag az egész világon újra kellett indítani, és mint jellemző volt a gazdasági krízis helyzetek után, akár a 30-as években, akár a II. Világháború után, a kisméretű, olcsón előállítható autók voltak azok, amelyek keresettek lettek, és egy ilyen kis autó volt ez a Trabant is. Korábban ugye nem is Trabantnak nevezték, hanem P50-nek, majd P70-nek, és ennek az egyik különlegessége az volt, hogy a karosszériáját szokatlan módon műanyagból készítették el. Hát későbbiekben is volt azért egy pár olyan autó, aminek műanyagból készült a karosszériája, de azért az autógyártásban egyáltalán nem volt ez jellemző. De azt hiszem, hogy akkor a keletnémetek föltalálták azt, ami a ma a repülés technikában hódít, hogy műanyagból építünk repülőgépek. Tessék, ők már egy fél évszázaddal ezelőtt is ilyenből csináltak autót. Igen, ez egy nagyon praktikus anyag volt, ugyanis ugye sajnos a legnagyobb autógyárakat, azokat lebombázták, voltak olyanok, amelyeknek a gyártó berendezéseit elszállították a volt Szovjetunióba jóvátételként, és hát ugye valahogy azért el kellett indítani az autógyártást, mivel ugye a karosszéria elemeknek a préseléséhez nem voltak nagyméretű présgépek, ugye így nem, és nem volt lemezanyag se, így nagyon nehéz volt ezt megoldani, és hát kitalálták ezt az új megoldást, hogy próbáljanak meg egy műanyagból előállítani egy karosszériát. Természetesen a tartószerkezetei ennek az autónak is fémből készültek, tehát a padlólemeze és az alváza, amely a motort és az erőátvitel tartja, azonban a külső lemezelése az
műanyagból készült, és ugye nyilván kiemelték azt, hogy milyen ellenálló a korrózióval szemben, és hát házilagosan is milyen könnyű ezt javítani, mert hát akkoriban ez is egy fontos szempont volt, hogy az autót akár a tulajdonosa is meg tudja javítani. Volt egy olyan legenda, hogy a Trabantot egy 13-as kulccsal meg egy csavarhúzóval az út szélén meg lehet javítani, ez igaz? Hát nyilván kellett hozzá egy kis gyakorlat, de hát némi túlzással a rendelkezésre álló szerszám készlettel legtöbbször meg lehetett javítani. Nyilván voltak olyan hibák azért, amit az út mellett nem, de a gyakrabban előforduló hibákat azokat az út mellett is orvosolni lehetett. Komolyan mondom önöknek, ahogy fölültem erre a sárga buszra, megszállt a nosztalgia, mert hogy fiatal koromban ilyennel jártunk mindenhova, tehát tényleg mindenhova. Ez volt a kéztartása, nem ült előttünk senki, a Majrévason a két csukló, és menet közben így himbálóztunk, és így beszélgettünk egymással. Sőt, képzeljék el, olyan is volt, hogy egy ilyen sárga busszal osztálykirándulásra, gimnazista koromban elmentünk Jászberényből, Sopronba. Hát az elég nagy túra volt, és ma már igazából el se tudom képzelni, hogy hogy ültünk meg olyan sokáig egy olyan széken, aminek a háttámlája még a lapockánkig sem ért, tehát a világon semmilyen tartása nincs, de érdekelt ez bennünket. 17 éves korunkban. Nem, elárulom, egyáltalán nem érdekelt. Az érdekelt, hogy ha odaérünk, akkor mekkorát fogunk bulizni. Nem is tudom, mi lenne jobb. Ilyen buszon utazni 18 évesen, vagy az, ami ma van. De tudom, ilyen buszon utazni 18 évesen. Na, sajnos nem jön vissza. Íme a bizonyíték arra, amit mondtam. A Lehel Vezér Gimnázium 4. B osztálya éppen Sopronba tart 1987-ben, a sárga Ikaruszon. Kissé fáradt a csapat, jó magam, Nagy Sanyi, azaz ma már Nagy Sándor tanár úr vállán szundikálok. Szóval az én generációmnak az Ikarusz rengeteget jelent, de nem csak az enyémnek. Ha pedig sok embernek fontos egy típus, akkor az a típus fontos a közlekedési múzeumnak is. Az Ikarusz azért az egy magyar sikertörténet volt, és mi arra törekszünk, hogy a kezdetektől, tehát az Ikarusz 30-astól olyan sajnos még nincs, de én nagyon szeretném, hogyha lenne. Egészen a legutolsó prototípusokig, amikor leállt végül is a gyártás, ezt a történetet legalább metszetébe be tudjuk mutatni. Hát ugye évente van Ikarusz Fesztivál, Ikarusz Mini Fesztivál, ahol vannak olyan egyedi darabok, például ami a repülőtéren közlekedett, amiből van jobb kormányos, amiből tényleg nagyon kevés van. Azt mi nem vállalhatjuk fel, azt a küldetést, hogy az összesből, pláne önből csak egy darab készült, mindenből legyen nekünk. De az, hogy a legfontosabb, legnagyobb példányszámban gyártott, a hazai utaknak egykor meghatározó, arculatilag és mindenféleképpen meghatározó típusait begyűjtsük, felújítsuk, úgy tároljuk, hogy egyébként megőrizzük azt az állapotot, és bemutassuk időről időre a látogatóinknak, ezt igenis föl kell vállalnunk. Az Ikarusz 556-os, ami itt van mögöttem, erről annyit érdemes tudni, hogy ez gyakorlatilag az Ikarusz 66-os, a Faros Ikarusz utáni következő széria volt. Igazából a farosok, bármennyire is szeretjük őket, emblematikusak, és amikor a farossal elindulunk a forgalomban, megállunk az Operaház előtt, volt egy ilyen élményünk, megálltunk az Operaház előtt, és az előadás előtt 20 perc, negyed órával voltunk, és kijöttek az emberek, azok, akik már elfoglalták bent a páholyokban az ülőhelyeket, ahelyett, hogy arra vártak volna, hogy akkor tényleg Lohengrin áriája elkezdődjön, vagy bármi más, ahelyett kijöttek, és egymásnak adták le a hírt, adták le a drótot, hogy úristen, mi van itt, ez a karácsonyi időszak, ki volt világítva a busz, az Andrássy út, az operát, mindenki volt világítva, tényleg olyan, mint a mesében. De az emberek jöttek az operából nagy estében, és fotózkodtak a 66-os Ikarusszal. Szóval ennek az egésznek van egy olyan kultúra, és ennek az egész tárgykultúrának van egy olyan beágyazottsága a hazai társadalomba, amit az ember akkor szembesül ezzel igazából, amikor tényleg látja azt, mert ezt így elmondva ez semmi. De amikor ott van az ember is megtapasztalja, az nagyon különös. Szóval a 66-os bármennyire is ikonikus típus, igazából a városi közlekedésben annyira nem állta meg a helyét, utólag megszépítjük, nagy volt a fordulóköre, gyenge volt, stb. És utána ezt az 556-os típust hozták ki, ez belülről tágasabb, nagyobb és jobban alkalmas, tehát alkalmasabb volt a városi használatra, a városi közlekedésre, és egyébként ez volt közvetlenül az előttípusa a 200-as sorozatnak, tehát ezt váltották már le a 200-as sorozat.
De a 200-as sorozathoz még azért nagyon sokaknak olyan élménye fűződik, hogy még utazott rajta, és nincs meg az a patinája, ami már meg lesz 20 év múlva, vagy 30 év múlva, de ma még nincs meg, de neki már megvan. És azt gondolom, ennek a konkrét példánynak nincsen meg a motorja, viszont ebbe lehet szerezni korabeli motort, föl lehet újítani, és nagyon szeretném azt, hogyha jövőre, tehát 2025 karácsonykor már ezzel is tudnánk vinni a látogatóinkat. Mozdonyról, buszról, autóról már volt szó ma. De ne feledjük el azt sem, hogy a helyváltoztatáshoz az emberiség az elmúlt 100 évben rengeteg repülőszerkezetet is használt. A mostani kiállításon a látogatók ezek közül egy An-2-es gépet tekinthettek meg, nem véletlenül éppen ezt. Ez az a konkrét repülőgép, ami a Városligeti Közlekedési Múzeum épület tetején állt. És ez egy nagyon szép gesztus, hogy most ide került az északi járműjavítóba, és újra láthatják az emberek, most már egy egészen más nézőpontból, a földszintről. Viszont ami nagyon érdekes, hogy ebből az alkalomból teljesen megújítottuk, kapott egy vadonatúj fényezést, és amiért ez a repülőgép itt van a kiállításban, annak az az oka, hogy ameddig tologattuk itt a kis narratív elemeket, mindig éreztük a hiányát annak, hogy fenntarthatóságról és közlekedésről nem lehet beszélni a repülés nélkül. Mert ugye a mai diskurzusban mindig bűnbakként szerepel a repülés, és azt mondják, hogy ugye az Európai Uniós szabályozások is azt mondják, hogy az országon belüli, meg rövid távú repülőutakat szabályozni, vagy esetenként megszüntetni kell. És egy nagy méretű mérföldkövet leszerettünk volna húzni ennél a pontnál, és azt kell, hogy lássuk, amikor egymás mellé tesszük a számokat, hogy a repülés kevesebb, mint 10%-át teszi ki a közlekedés által okozott teljes károsanyag kibocsátásnak, a személyautó használat és úgy általában a közúti közlekedés pedig 80%-ot. Tehát ahol itt arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy mind a döntéshozóknak, mind a közbeszédnek nagy eredményt elérő pontokkal lenne érdemes foglalkozniuk, és az nem feltétlenül a repülés, bármilyen dinamikusan is fejlődik. Vannak olyan fogalmak, amelyeket nem kell magyarázni. Ha azt mondjuk, hogy skanzen, akkor 10 emberből 9 nyilván a Szentendrére gondol. Vagy ha régi dolgokról beszélünk, ha azt mondjuk, hogy hűtőszekrény, akkor 10 emberből 9-nek a Lehel jut az eszébe. Vagy a még idősebbeknek, ha azt mondom, hogy a rádió, akkor valószínűleg a pacsirta ugrik be. Ha pedig azt mondjuk, hogy gőzmozdony, akkor nyilván a 424-es, a csatahajó, ahogy Presser Pici bácsi énekelte. Na, egy ilyen csatahajón állok én most, nem véletlenül, mert a gyerekkorom egyik kedvenc reklámja az volt, amelyben Trapper Misi reklámozta ezt a bizonyos farmert. Ő is állt a mozdony elején és mutatta a jelet. Na nézzük meg, hogy mitől is olyan híres ez a mozdonytípus. Aki még sosem utazott a 424-es gőzössel, annak talán el sem tudom magyarázni, hogy milyen érzés. Ráz, reszket a gép, a hozzá nem értő attól fél, hogy pillanatokon belül leugrik a sínről. A vezérállásban minden oldalról becsap a szél, hogy még inkább az ember orrába nyomja a szén és tűz illatot. Ráadásul nekem most kamera is van a kezemben, hogy végképp ne tudja kapaszkodni a jobbra-balra zögykölődő mozdonyon. Csak remélem, hogy masinisztáim Károly és Gergő vigyáznak rám. Vannak olyan fogalmak, amelyek erősen kötődnek valamihez. Ha azt mondom, hogy skanzen, nem kell hozzátenni, hogy szentendrei, hisz mindenki tudja, hogy arra gondoltam. De volt olyan időszak is, amikor elég volt annyit mondanunk, hogy hűtőszekrény, és már is mindenki tudta, hogy az csak a Lehel lehet. Na, ilyen egyértelmű volt az is, hogyha gőzmozdony, akkor 424-es. Az első 424-es 1924-ben, vagyis éppen 100 esztendeje gördült ki a Magyar Királyi Állami Vas, Acél és Gépgyárak
ismertebb nevén Mávak udvarából. Első útja egyébként Vácra vitt. Két becenevet is adtak a típusnak, az egyik a Bivaj volt, amely a mozdony erejére utalt, a másik pedig a Nurmi. Paavo Nurmi, azaz a repülő finn, az elmúlt század 20-as éveiben a világ legjobb hosszú távfutója volt. Ugyanezt mondták sokan a 424-esről is, hogy sosem fárad el, csak kapjon elég szenet és vizet. Minden tud. 2000 tonnás vonatokat elhúz, gyors vonatra, személyvonatra, gyakorlatilag mindenre alkalmas volt. Ez volt az első olyan hazai gőzös típus, amely 2000 tonnát is el tudott húzni. Csak gondoljanak bele, az 2 millió kilogramm. No, persze a Rákosi propaganda gépezet ki is használta a mozdony erejét a szocializmus erejének igazolására. Farkas László mozdonyvezető büszkén vállalja a 4000. 2000 tonnás szerelvény vezetését. 2000 tonnát vontatni nagy felelősség. Farkas elvtárs Balázs István fűtővel beszéli meg a legsürgősebb teendőket. Főképp a fűtők gondja az egyenletes sebesség biztosítása. Szakszerű tüzeléssel állandó szinten tartják a gőznyomást. A szerelvény szabad pályán megállás nélkül robog a cél felé. Szolnok, végállomás. A szerelvény pontos időre, hiba nélkül érkezett meg. A felelősségteljes munka lehetővé tette, hogy munkásaink ezen a területen is túl teljesítsék megnövekedett feladataikat. Bár nyilvánvalóan propagandafilm volt ez, jól mutatta, hogy mire képes ez a magyar mozdony, amely amúgy rengeteg híradóban és játékfilmben tűnik fel. Például 424-es gőzössel utazott haza a Tüskevárban, Tutajos is a Berekből. Némi baki azért történt, mert a főhős a 424-131-essel érkezik meg a budapesti pályaudvarra, hogy azután leszálljon a 424-236-os pályaszámú mozdony által vontatott szerelvényről. Vagyis nem arról szállt le, amivel megérkezett, de hát minden filmbe kell egy-két baki. Mennyivel mentél leggyorsabban egy 424-essel? 424, hát... 90-es a megengedettje neki a sebessége. Ami rajta volt óra, egyszer a Fábri barátommal mentünk 110-et. A 424-esből összesen 514 darabot gyártottak a Mávakban, de ebből csak 365 maradt itthon. A II. Világháború után ugyanis a szovjet elvtársak úgy döntöttek, hogy a vesztesnek, vagyis nekünk, jóvá tételként, azaz ingyen, gyártanunk kell mozdonyokat a győzteseknek, vagyis nekik. A hajdani 365 darab magyar 424-esből már csak 2 üzemképes. Az egyik ez, a 009-es. Két mozdony vezetője, Károly és Gergő, együtt nincsenek annyi idősek, mint a gép. Azt ugyanis 1924-ben gyártották, vagyis idén töltötte be a 100. évét. Az a helyzet, hogy önök el sem tudják képzelni, hogy mennyit tudnék még mesélni ezekről a csodás gépezetekről. De sajnos ma már csak annyi időm maradt, hogy elköszönjek önöktől. Vonaton kezdtük, és vonaton is fejezzük be a mai hazahúzót. Ugye, ahol elkezdtük, az egy fapados harmadosztályú vagon volt, amelyikben pedig most ülök, az a másodosztály, amelyen én gyakorlatilag fölnőttem. Én rengeteget utaztam vonattal gyerekkoromban és fiatalkoromban is, ez volt az, amiben ültem, és rengeteget tudtam aludni. Minden fiatal gyerek, meg minden öreg ember nagyon sokat tud aludni, és sajnos már megint sokat fogok tudni hamarosan aludni, de fiatalkoromban meg aztán pláne sokat tudtam. Utaztam mondjuk Jászberényből Budapestre, vagy Budapestről Esztergomba, és akkor leültem így, ahogy most, ugyanígy keresztbe tettem a lábamat, és mutatom a fiataloknak, hogy hogy kellett aludni az ilyen vagomban. Ide a halántékot neki támasztani, azt mondani, hogy akkor csókolom, jó napot kívánok, tessék szólni, majd ha leszáll. És lehetett már szundizni rögtön. Na, egyébként szívem szerint elaludnék most rögtön, de ezt nem tehetem meg, mert hogy el kell még köszönjek önöktől. Viszontlátásra. Na most tényleg alszom egyet itt, a közlekedési múzeum vagonjában.
A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.